Ugye június 9-én lesz a következő választás Magyarországon, egyszerre szavazunk a polgármesterekről, az önkormányzatok összetételéről és az Európai Uniós képviselőkről, tehát EP és önkormányzati választás lesz egy időben, egy napon. Elméletben mind a két választáson van lehetőség a kisebb és nagyobb összefogásokra, de ennek ma csekély a valószínűsége, legalábbis ellenzéki oldalon, mert a Fidesz-KDNP egysége erősnek és megbonthatatlannak tűnik. Bajtársak. Sok szeretettel üdvözlöm, akik itt vagytok. Hát hol is kezdjük? A politikában használt régi mondás szerint összenő, ami összetartozik. Teremtjük meg közösen! Az ellenzéki térfélen most ennek, mintha az ellenkezőjét látnánk. Lehet, hogy szétesik, ami nem tartozik össze? Ez egy kutyamacska barátság. Ezekért a választókért megy az ellenzéki oldalon a harc. A két politológus elmondja majd, hogy mi lehet szerintük az ellenzéki összefogás és az abban résztvevő pártok sorsa, de előbb jön egy idézet, amely alaposan felrázta az ellenzéki állóvizet. A magyar választók hozzászoktak ahhoz, hogy a politikusok hazudnak. A Momentumos Donát Anna azt állította, hogy az ellenzék a választók szemében hiteltelen. Ennek egyik oka a Fidesz, amely milliárdokat költ az ellenzék lejáratására. A másik ok pedig szerinte maga a DK. Hiszen itt van a jelenlegi miniszterelnök, akit amúgy tényleg joggal kritizálhatunk azért, hogy a világgazdasági konjunktúrában gyenge teljesítmény nyújtott, hogy tudatosan hazudott az egész országnak a gazdaság valós állapotáról, és hogy az ő felelőssége, hogy a válság térdre kényszerítette az országot. De mennyire hiteles az az ellenzék? Vagy mennyire hiteles ettől az ellenzéktől ez a kritika, ha ugyanezeket el tudják mondani, és mi is el tudjuk mondani szó szerint a demokratikus koalíció elnökéről is. A Momentumos politikus tehát alaposan beleszállt Gyurcsány Ferencbe és a DK-ba is, vagyis abba a pártba, amely amúgy a Momentum szövetségese. Hozzászokott az Orbán kormány ahhoz, hogy bármit megtehet. Donát Annát egy miskolci fóruma után értem el Skype-on. Azt mondta, hogy amit elmondott, vagyis Gyurcsány Ferenc és a DK lehazugozása nem csak a saját véleménye. Ebben nincs semmi furfangosság, egyszerűen kimondtam azt, amit mindenki gondol, csak senki nem beszél róla nyilvánosan. Ennyi történt. Mielőtt elmondanám, hogyan reagált a DK a súlyos kritikákra, körkép. Valamennyi parlamenti ellenzéki pártot megkerestem, hogy írják meg nekem a véleményüket a Donát kontra DK csörtéről és az ellenzék jelenlegi helyzetéről. Többségük válaszolt is, ezekből az sejthető, hogy tényleg kutyamacska barátság ez. Az MSZP sajtóosztálya azt írta, hogy pártjuk nem foglalkozik más pártok vitáival. Hogy mégsem elégedettek az ellenzéki szövetséggel, azt Kunhalmi Ágnes egyik interjúja igazolja. Ebben szó szerint ezt mondja. A többi ellenzéki párt az elmúlt 12-13 évben azzal volt elfoglalva, hogyan lehet az MSZP infrastruktúráját, bázisát, humán állományát használni, kihasználni, majd lerombolni. Vagyis az MSZP azt állítja a szövetségeseiről, hogy tudatosan rombolják. Az LMP Ungár Péter Facebook bejegyzését küldte el, amelyben a politikus a többi között azt írja, hogy a DK politikájának morális tartalma változatlan, akkor is ilyen volt, amikor egy Donát Anna nevű pártelnök aláírta a közös listát a DK-val. Semmi sem indokolja, hogy most kezdjék el a DK-t hazugozni. Akik nem a kormányt akarják leváltani, hanem az ellenzéket szidalmazzák, azok a kormány érdekében cselekednek, tehát nem ellenzékiek. Márki-Zay Péter viszont éppen Ungárt vádolta árulással az ATV Startban. Én továbbra is azt látom, hogy az ellenzéknek egy jó részének Rogán Antal csapata mondja meg azt, hogy miről beszélhet és miről nem. Vannak olyan árulók az ellenzékben, akik teljesen a Fidesz hatáson vannak. Ungár Péter például természetesen. Tehát Ungár Péter nem azon dolgozik, hogy hogyan lehet rendszert váltani, hanem megmagyarázza azt a hazugságot az embereknek, hogy itt tulajdonképpen demokrácia van. A Jobbik is rövid idő alatt reagált megkeresésemre. Szerintük, amit látunk, az csak egy színjáték. A Jobbik konzervatívok jobboldali konzervatív közösségként nem kíván a baloldali pártok kirakat civakodásában részt venni, írták a többi között.
A Párbeszéd pedig úgy tűnik, hogy kívülállónak gondolja magát. Erre utal, hogy azt írták. A két érintett párt belügyéről van szó. Azt is írták, hogy a közelgő önkormányzati választáson a DK és a Momentum együttműködésre van ítélve. A Mi Hazánk ugyan ellenzéki párt, de nincs benne az ellenzéki szövetségben, így alig ha meglepő, hogy keményen kritizálták Donát Annát. Majd ha a Momentum külön indul a választásokon, és az országban sehol nem támogatnak DK-s jelölteket, akkor majd elhisszük Donát Anna szavait, írták. Amiről én beszélek, a sokkal súlyosabb, mint Gyurcsány Ferenc személye. A Momentum politikusa egyébként nekem is megerősítette, amit pártjának küldöttei előtt mondott a DK-ról, és különösen Gyurcsány Ferencről. Szimbóluma, megtestesítője, sőt pártelnöke annak a pártnak, ami ezt a politikai kultúrát a leghangosabban, legélesebben képviseli, ezt a hazugság kultúrát, amit meg kell hallanunk, hiszen hazugsága nem lehet a hazugságot leváltani, ebben őszintén hiszek, bárki bármit mond. Sokunknak tűnt fel, hogy a DK nem reagált érdemben a Momentumos politikus kőkemény mondataira. A Donát jelenségről cikket is író elemző szerint ennek nagyon egyszerű oka van, nem tekintik őt partnernek. Úgy vannak vele egy kicsit, hogy sas, nem kapkod legyek után. Tehát a DK sasa nem fog kapkodni a Momentum legyecskéje után. Én azért megpróbáltam szemtelen piaci légy lenni és interjút kérni a DK-tól. SMS-ben azt válaszolták, hogy semmilyen formában nem reagálnak Donát Annára. Visszatekertem hát az időt, és végül találtam egy kurta reakciót még október 25-éről. Régóta mondjuk, hogy a nagyobb támogatottság nagyobb felelősséget is jelent. Ezt magunkra, a legerősebb ellenzéki pártra is érvényesnek tekintjük. Ez a felelősség pedig azt is tartalmazza, hogy sok sikert kívánunk Donát Annának és a Momentumnak a jövő évi választásokra. Elképesztő pénzeket nyúltak le. Erről nekem azonnal beugrott Orbán Viktor jó fél évtizedes válasz a Demeter Mártának. Az akkori képviselőnő arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy miért üzletelnek körözött bűnözőkkel, mire Orbán a következőt válaszolta. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, boldog karácsonyt kívánok. Ugye, hogy hasonlít a Donát Annának küldött sok sikert és a Demeter Mártának címzett boldog karácsonyt? A Momentumos politikus viszont azt mondja, hogy ez is az ő mondandóját erősíti. Elképesztően szomorú ez a cinizmus, ami árad belőlük, és ezzel is csak visszaigazolják, hogy igazán van. Némiképp másként látja ezt Záruk Péter Farkas. A politológus szerint a Momentum vidéki szervezeteinek többsége már az önkormányzati választására készül, amelyen valószínűleg közösen fognak majd indulni a DK-sokkal. Ez nekik jelenleg, mondja Záruk Péter Farkas, sokkal fontosabb a DK kritizálásánál. Donát Annának külön véleménye sokkal hamarabb lesz súlytalan, mint ahogyan azt ő gondolja, és a DK Gyurcsány Ferencék pedig egyszerűen politikusi módon nem nyilatkoznak erről, láttak ők már karonvarjút, és ebből adódóan hagyják ezt az egyszemélyes harcot Donát Annára. Donát Anna fél munkát végez, hiszen miközben hazugnak nevezi a demokratikus koalíciót, nem mondja fel a szövetséget a demokratikus koalícióval helyi szinten, tehát súlyos ellentmondásba keveredik önmagával. Tegyük hozzá, hogy legutóbbi beszédében Donát Anna erre a nem először elhangzó felvetésre azt válaszolta, hogy korábban orrukat befogva szavaztak a DK-s jelöltekre. A Fidesz kétharmados eredménye viszont azt jelezte, hogy ez a stratégia nem vált be. Itt van hát az ideje a váltásnak. Mi nem úgy akarunk politizálni, ahogy a demokratikus koalíció éppen gúzsba köti az ellenzéket. Mi azt szeretnénk, hogyha bejönnének ezek a választók újra aktívan a politika csinálásba, elmennének szavazni, mert így fogunk kormányt váltani. Csak hogy jelen helyzetben a DK megkerülhetetlen. A Závec legfrissebb közvélemény kutatása szerint az ellenzéki pártok közül csak a DK, a Mi Hazánk és a Momentum lépni át a parlamenti küszöböt, ha ma lennének a választások. Nyilván 2026-ig még nagyon sok minden változhat, de a táblázat azt mutatja, hogy az 5%-ot el nem érő pártoknak szó szerint létérdekük a DK-val való szövetség.
Szóval valahogy túl kell lépniük az a csarkodáson. Van még ideje az ellenzéknek ezt valahogy megoldani, de nagyon keserves, és ez megint rombolja az ellenzék kormányzó képességét. Tehát a magyar választók érzékenyek arra, hogy ne legyen sok veszekedés. És hogyha sok veszekedést tapasztalnak az ellenzéki térfélen, akkor a választók jelentős része legyint, és azt mondja, hogy akkor inkább maradjon Viktor. Döntő lehet a sokak számára lényegtelennek itt jövő évi EP választás is. Itt ugyanis, legalábbis most úgy tűnik, külön indulnak majd a pártok, vagyis feketén-fehéren kiderül az, amit a szövetségben indulás el tud rejteni. Melyiknek mekkora a valós támogatottsága? Nézzük meg, hogy ténylegesen az ellenzéki térfelen ki mit hoz a konyhára, akkor megtisztítja ilyen értelemben a piacot, és ezek súlytalanná válnak. Tehát eltűnhet az LMP, eltűnhet a Jobbik, eltűnhet az MSZP? Alapvetően ez teljesen lehetséges. A helyzet tehát az ellenzéki térfélen több, mint bonyolult. Az biztos, hogy Donát Anna most követ dobott az állóvízbe. Az viszont nagy kérdés, hogy elérhet-e ezzel bármilyen eredményt. Ha az lesz a vége, hogy erre a politikára, vagy erre az ajánlatra nem kíváncsiak a választók, én ezt el fogom fogadni. Nekem van életem és szakmám a politikán kívül is, tehát én nem abban a hajóban nevezek, hogy mindenképp a túlélésre kell játszani, és ha kell, akkor Gyurcsány Ferenc fal zsebébe be kell emiatt mászni. Az ellenzéki oldalon tehát jelenleg egy dolog biztos, ez pedig a bizonytalanság, és ez azért is nagyon nagy baj számukra, mert hogy két választás is közeledik, és addigra valahogy a jelenleg még görbe vonalaknak ki kellene egyenesedniük. Hogy ez így lesz-e, azt szerintem még senki sem tudja. A Heti Naplóban Erdélyi Zoltán riportját látták.